Minden ötödik házasságkötést későbbi időpontra halasztották a márciusra és áprilisra tervezett esküvők közül Szombathelyen. A rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátozás ezt a különleges alkalmat is érinti, és a járvány miatt a vendégek is tartanak a társasági együttléttől. Tükör Enikőjék fél évig készültek az esküvőjükre, amit Vasszécsenyben tartottak volna a 120 fős násznéppel együtt. Az utolsó pillanatig bizakodtak, de egyre több rokon és ismerős jelezte, nem megy az esküvőre. Egész hétvégén rágódtunk rajta, hogy hogy legyen, mint legyen, meg legyen tartva, ne legyen megtartva, de végül is egyrészt nem vállaltuk fel ezt a kockázatot, másrészt elfogyott a násznép. Akik ragaszkodnak a kitűzött dátumhoz, alkalmazkodniuk kell a veszélyhelyzetben meghozott szabályokhoz. Szombathelyen az ifjú párral és a tanúkkal együtt legfeljebb 20 fő tartózkodhat a házasságkötőteremben, ahol a székeket kellő távolságra helyezik el egymástól. Kicsit a ceremónia rendje is megváltozott, hiszen az anyakönyvvezető nem fog kezet, nem kíséri ki a párt az eseményt követően, így megfelelő távolságot tudnak egymástól tartani a résztvevőkkel. Továbbá a párok fegyelmezettségét jelzi, hogy ebben a helyzetben nem is igényelnek pezsgős kocintást, illetőleg egyéb szolgáltatást, gyertyűjtást, homoköntést. Akik nem mondanak le az esküvőről, általában kis szertartásban gondolkodtak korábban is, illetve a babaváró hitel vagy a csok miatt kénytelenek lépni most. Ha a polgári esküvőt meg is tartják, a lakodalmat sokan igyekeznek elhalasztani. A rendezvény szervezőknek ezért jelenleg nincs munkájuk. Az év végétől viszont teljesen be vannak táblázva 2021 végéig. Itt a probléma az lesz majd, ha ez a helyzet elhúzódik mondjuk a nyár végéig, bízunk benne, hogy nem, de ha elhúzódik, akkor őnekik már nagyon nehéz lesz megfelelő új időpontot találnunk, mert ugye mostanában a fiatal párok nagyon korán foglalnak, nagyon korán előre gondolkodnak, és a következő évre már az amúgy is érvényes foglalások is már szinte betöltötték az évet. Az esküvők elhalasztása más szakmákat is hátrányosan érint. Hónapokig bevétel nélkül maradhatnak a zenekarok és az esküvői fotósok, videósok is.